volt ez a szellemi kutmérgezés. Sziasztok, mi vagyunk a Hétköznapig, és ez most a hét filmje, ami per pillanat a Godzilla 2, avagy a Szörnyek Királya. Amit láthatjátok, körülöttünk nincsen semmi kitéve, azért mert körülbelül nekem ilyen a hangulatom is ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ilyen semmilyen, egyszerűen annyira rossz volt. Alapvetően hosszú, de nem élvezhetetlen, viszont vannak benne olyan elemek, amik egyáltalán nem működnek. Nem tudták átvenni azt, amitől a japán eredetik nagyon jól működnek, hogy a fókusz a szörnyeken van, és nem az emberen, nem az emberi tényezőn, az ember csak reagál arra, amit a szörny csinál. Itt meg pont fordítva van, tehát az emberek szeretnének csinálni valamit a szörnyekkel, befolyásolni őket, irányítani őket, pedig ők egy természeti erő, és hogy nem kéne ezzel foglalkozni, most az ember hogyan fog a szörny ellen menni, mert nincs esélye, de úgy akar eladni a film, hogy az embernek van esélye. Én nem vagyok mondjuk ez a szörny univerzumos, vagy szörnyes filmes rajongó srác, viszont ha a három filmet nézzük, ugye a Godzilla 2014-es, meg a 2016-17-es Kongot, meg ezt a mostanit, akkor nekem a Kong, ami inkább az első helyen van, mert ott valahogy meg volt balanszba ez az egész, hogy a szörny, vagy szörnyek, és ugye az emberi kapcsolatok és az emberi szerepvállalás a filmbe. Mondjuk ott rásegített az eléggé, hogy három viszont neves színész volt benne, ugye Samuel Jackson, Tom Hiddleston és Brie Larson, szóval ott valamit nyilván tudtak alkotni. Ahhoz képest ez a Godzilla 2, hát ez valami borzasztóan rossz volt. Mert tudod, megvan az az ember a moziban, mikor így ülsz és fölötted alattad mondjuk így beszél végig. Kurva idegesítő, tudjuk. Én szándékosan lejjebb szoktam ülni mindig, és most viszonylag üres volt a terem, én édesapámmal néztem meg a filmet, és szerintem egy 20 percet azt mondom, végigbeszéltünk. Mert egyszerűen így nem volt jobb dolog, vagy nem kötött le a film, és így beszélgessünk, hogy mi lesz a holnapi vacsora, meg ilyenek. Szóval annyira rossz volt ez a film, hogy egyszerűen még azóta is fel vagyok dúlva, és szomorú vagyok. Egy mázia van ennek a filmnek, egyetlen egy, hogy láttam a Hellboyt idén. Ha az a film nem lett volna, akkor most szerintem én nem beszélnék itt, mert szerintem sztrókot kaptam volna ettől a filmtől. Nagyon nem tetszett. Hogy beszéljek egy kicsit arról, hogy igazából hogy is nézett ki maga a szörny csata része a dolognak. Olyan hitványú voltak megvágva a szörny bunyó jelenetek, hogy így éppen, oké, 2-3 perc megy a bunyó, harapdák egymást, minden izé összecsapnak, érzed a levegő, remeg az egész föld, meg minden. És amikor már beleélnéd magad abba, hogy most látsz egy jó kis szörnyes bunyót, és akkor így elvágják a filmet, és látjuk azt, ahogy a anyuka agonizál, ahogy az apuka ordibál, és ahogy a kislány kétségbe esetten néz. A legizgalmasabb részben, amikor egymásnak ütköznek a szörnyek. Miért? Könyörgöm, miért? Ezek nem láttak egy eredeti japán filmet sem? Még az eredeti Godzillát sem látták? Tankok ellen ment a Godzilla itt, meg így... nyisz. Ez a vágás ritmizálás, meg ez az egész megvalósítás, ez nagyon negatív volt. Ha már technika, akkor egy pozitívumot hagyd mondjak el. Az eredeti Godzillának a témáját, tehát az 54-es eredetinek a zenei témáját, a Godzilla témát, azt használta a film. Ugye az a töm, 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 töm. Tehát ez az eredeti Godzilla téma, ezt használták a filmben, úgyhogy ezért egy fél thumbs up. Oké, hogy én kettőt mutattam, de ez egy ilyen fél thumbs up. Ez ilyen egy fél. Igen, tehát már majdnem egy egész thumbs up. Kicsit olyan ez a film, ugye, hogy így felvezeti ugye ezeket a... Vagy ahogy ugye mondtad is azt, hogy a másik részben ugye több szörny lesz, és igen, láttak itt az a világon az összes szörnyet. Ez konkrétan kicsit olyan számomra, mint a DC-be, hogy csinálnak kettő filmet, egy két karakter előzményt úgymond, és aztán meg összeáll a igazságligája egyből, és akkor igen, gyorsan mindent tegyünk bele, mert most igen. Az előző filmben azt mondták, hogy kevés volt a Godzilla, akkor most ebben meg hányásig beleviszem neked, hogy okádjál tőle. Most már attól legyél ki, hogy szörnyek vannak benne. Megvan amúgy nektek a Trónok harca a harmadik része? Megvan, ugye? Remélem megvan, mert ilyen volt a csata, figyelj. Na, kávé ilyen, és néha-néha így hopp, följött egy kis fény, most láttad, jó. És ilyen volt, így. Ez volt a csata. Világítós technikai emberek nem érkeztek meg időn a forgatásra, vagy nem szóltak nekik. Marvel az miért tudja azt csinálni egy bosszúállókból, hogy fényes nappal csatáznak, itt pedig miért kell azt csinálni, hogy sötétbe, zuhog az eső, orkánszél,
nem látsz semmit, Godzillának látod az orjukát, meg a szemét, és így hú, de nagy szörny, de magas, de így egyszerűen erejét veszti az egész lény magát, mert így minek? Beszéljünk a színészekről kicsit. Én szinkronosan láttam, borzasztó, szerintem még ez is rátett egy lapáttal. Hát a, hogy hívják a főszereplő, az apukát? Hogy hívják? Kyle Chandler. A hangja a Kautsky Armand. Szóval a Kautsky Armandot imádom. Zseniális ember, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy színész, meg nagyon jó szinkron hang amúgy. De az, hogy hogy ilyen kemény arcot kell játszani, egy James Bondhoz illik, mert ilyen sármos, ilyen elegáns hangja van. A nevem Bond, James Bond. Itt keménykedik az apuka ide-oda, és így egy ilyen zseniális hangot adni neki. Ez egy borzasztó. Akkor ott van az anyuka, az ilyen, nem tud hova tenni, szóval miért csinálod, talán elmondja, hogy miért csinálja a dolgokat, és így... Aztán belátja, hogy nem jól csinálta. Ilyen borzasztó, nagyon rossz. Ugye, utána előveszik ezt, hogy ugye ez a Thanos csettintés, hogy felezzük meg, meg induljon újra az ember. Az ember elpusztítja a bolygót. Igen, és így ez most ilyen menő, mert ezt most jó, vigyük bele ebbe is. De ilyen érvényét veszti az egész. Minek? Semmi értelme nincsen. És akkor ott van a Bobby Brown. Eleven a Stranger Things. Mindegy, Bobby Brown, Millie, Bobby Brown, mindegy. Geniális színésznő, tizen nem tudom hány éves, 14-5 kb. Láthatjuk ugye a Stranger Things, hogy mekkora tud alakítani amúgy. Úgyhogy kb. Alig szólal meg. És itt meg... Semmit, ez a forgatókönyv, vagy a szövegkönyv, az ilyen abból áll. Apa! Anya! Anya! Apa! És így... És tényleg? Bakker, és tényleg? Szörnyeteg vagy! Anya! Ez hitvány. Sokkulan gonosz és hitvány. Megvan ugye mindenkinek a Sony által bemutatott pókember filmek, mikor orvérzésig nyomják mindenhol a Sony-t. Szóval minden kijelzőn, minden telefonon, minden Sony. Na itt is bunyozzak a szörnyek, és így hopp, ledől egy Dunkin Donuts-os tábla, de ilyen azért vedd észre, hogy Dunkin Donuts, akkor van egy New Balance reklám szintén, így a csípúi közbe, és így akkor legalább, nem tudom, vidd úgy be, mint a Simpson család filmben, hogy most már a filmekben is reklámokat teszünk. De ennyire ilyen hányásig beletenni, és így oké, hogy csak egy pár villanás, de hát kényszertelenül is észreveszed. Fú, nem. Fel vagyok dúlva. Az a fő problémája ezeknek a filmeknek, hogy az emberek szemszögéből akarnak megmutatni egy gigászi csatát. És ott vagy lent az emberrel. Tudod, hogy meg fog halni, mert a szörny, vagy a Transformer, a Megatron, vagy a háromfejű sárkány, az legyalulja, tehát a vége az emberek, nincsen esélye, kész. De attól még ott van lent a kamera, és az embert kell mutatni. Nincs arra szükség, hogy én most a sikoltozó anyukát kövessem, miközben azt akarom nézni, hogy a két titán bunyózik. Tehát ez lenne a fő tanulság a mostani videónknak, de hogy ne maradjunk easter egg-ek nélkül. Ugye már említettem, hogy halljuk a Godzillának a témáját. Ezen felül ugye a dokinak a neve, ugye a japán dokinak a neve az Ishiro Serizawa, ami két eredeti Godzilla karakternek a nevéből, vagy hát személynek, tehát ez a Serizawa, az volt a doki a Godzilla 1-ben is, aki kitalálta a bombát, amivel megölik a Godzillát, ami ebben a filmben is benne van, ez is egy újabb easter egg, az Oxygen Destroyer, az is az eredeti filmből van átmentve, és ugyanúgy a dokinak a neve is nagyjá, tehát hogy az is passzol ugye Serizawa. A keresztnév, meg ugye hogy Ishiro, az meg ugye a rendezőnek a keresztneve, aki az eredeti Godzillát csinálta, Ishiro Honda. De hogy ne csak ennyire rossz kritikákat halljatok, ezért most remélhetőleg fel tudom hívni Marcit, mert ő is látta a filmet, és tudtam, ma neki tetszett, szóval felhívjuk és megnézzük, hogy mit mond. Hello. Szevasz, Marcikám. Adásban vagy. Adásban vagyok, ez az. Mondj egy pár szót, hogy neked mi tetszett és mi nem tetszett a Godzilla 2-ben. Nem vártam el többet annál, mint hogy egy ilyen szörny orgiát lássak, és pont emiatt, hátrányilag, meg a szörnyeknek a jelenléte miatt én így nagyon megkaptam ezt a kis popcorn movie-t. Ezt eddig a legjobb Godzilla filmnek tartom, amiket láttam azok közül. Ez igen. Jó, Marcikám. Hát eddig voltál a csatornáknak a tagja. Köszönjük szépen, hogy részt vettél. Karakterek, meg a párbeszéd, meg minden, meg én nagyon sajnálom Ken Watanabe-t, mert most már nem mondhatja, hogy let them fight. Let them fight. De
de nekem úgy így, teljesen oké volt, én el voltam vele. Voltak benne minden szörnyek. Na figyelj, ajánlok, ajánlok neked egy filmet, jó? Ajánlok egy filmet, nézd meg, az is szörnyes, a Hellboy, az a címe. Az úgy nagyon jó, Marci, ajánlom, nézd meg. Nekem annyira jó, hogy nem tudom egyszerűen hova tenni. Ha ott lennék, akkor most harcolnék, védeném, hogyha mind a kettő, a egyik ötödnek se tetszett, harcolnék azért, hogy ne bántsuk szegény Godzit ennyire, de azt is meg tudom érteni, aki nem csípte ezt a filmet. Jó, Marci, köszönjél a nézőktől, és mondd, hogy iratkozzanak fel. Viszlát nézők, és küldöm a Király Viktortól a filtert mindenkinek, aki szereti. És iratkozzatok fel. Jó, köszönjük szépen, Márton, nézd meg a Hellboyt! Köszi! Szevasz! Szia-szia! Cső-cső! Na, szóval hát Marcinak ez ott a véleménye, többször nem fogjátok ebbe a csatornába látni. Na, és akkor értékeljünk! Szóval én azért kicsit védeném ezt a filmet, adok is rá egy pontot ugye a jól bejáratott 7-es skálán. Én nagyjából éreztem, hogy mire számíthatok így előzetesek alapján, az engem is meglepett, hogy az emberi oldal ennyire blödre és semmitmondóra sikerült, meg ugye az, hogy a kb. Legizgalmasabb résznél elvágják és akkor jönnek az emberek, de az eredeti, az alapanyag tisztelete jegyében én erre a filmre a 7-ből 2 pontot adok, és ebből egy pont az eredeti Godzilla zene, a második pont pedig az, hogy küldte a szájából az atomsugarat. Én azt mondom, hogy a 7-esből kap egy 0,1-et, na jó, 0,2-t, azért, mert tetszett ez a... Én nem hallottam erről a fegyverről, ez az oxigén elszívó, 3 percig elszívja az oxigént, 3 kilométeres távon belül. Ez nem úgy szerintem egy tök okos gondolat, ez tök jó, hogy ezt így láthattuk, mert ugye ez egy olyan fegyver, ami igazából nyilván meghal az ember benne, hogyha berobban, de hogyha van egy kiürítési terv, és úgy dobbantják be, igazából nem feltétlen okoz természeti katasztrófát az, hogy most 3 percig elveszi az oxigént 3 kilométeren belül. Annyit okoz persze, amit láthattunk is, hogy a horgász biznisz az beindul, már nem kell kifogni a halat, mivel az összes megfulladt és fönt van a víz tetején, de ezen felül ugye más katasztrófát nem biztosít ez a fegyver, és ez egy szerintem egy tök okos gondolat. Le az atommal, meg minden egyébbel, és majd a Csernobyl-ba folytatjuk. Hogyha tetszett a videó, vagy tetszenek a videóink, akkor iratkozz fel a csatornánkra, nyomjatok persze be a harangot, hogy minden egyes értesítést megkapjatok. Lájkoljatok minket Facebookon, Instagramon, kövessetek, lájkoljátok a videóinkat, ha tehetitek, osszátok meg, légy szíves, osszátok meg, tartsátok be a 3-as szabályt, ugye like, share, subscribe. A következő 7 filmje kritikánk az több mint valószínűleg az X-Men Dark Phoenix lesz, és ezt megelőzi majd egy gyors talpaló is, ami a Dark Phoenix-et fogja lefedni, hogy mi is ez a sztori. Ezt majd Bence tolmácsolásában fogjátok tudni megnézni és meghallgatni, és addig is persze kövessetek, és sziasztok! Azt nem értettem például, hogy amikor a japán professzor lemegy a Godzilla-t felébreszteni egy hidrogénbombával, azt hiszem, de nem tudom, hogy hidrogén volt-e pontosan, de bombával, akkor a bomba lökés hullámának akkora ereje van, hogy a tenger altjárót a mínusz nem tudom hány ezer méterről így kb. Így csak így feldobja, mint amikor a medence aljáról felengeded a labdát, ugyanolyan sebességgel feljön egy tenger altjáró. Kérdem én, hogy amúgy ez így nem halálos egy kicsit. De ha nem, akkor írjátok meg kommentbe. Csööö!